Az együttes énekét Lozsányi Tamás kísérte orgonán. Az eseményt Rácz József, református lelkipásztor, a Tolnai Református Egyház megye esperese kezdte áhítattal. A közreműködő siklósi tenkes vegyeskar és a komlói munkáskórus színvonalas előadása emelte a zenei eseményt. Az apropó a mi barátságunkon múlott, hogy mi ide jutottunk egyszer, hiszen mi Kaposváron barátkoztunk össze, és azóta él ez a kapcsolat, azóta Judit is meglátogatott már minket Siklóson, mi meglátogattuk őket itt, és hát most úgy gondolta ő, hogy ezen a záró koncerten, ezen mi vele együtt szerepeljünk a mi két kórusunkkal. Ez az apropó. Fogunk énekelni például Gárdonyi Zsolt magyar ünnepi dalát, vagy fogunk énekelni nagyon szép Beethoven tavaszi dalát, vagy fogunk énekelni nagyon szép ír dalt. Összkarban is Beethovent fogjuk többek között énekelni, amikor a három kórus szólal meg együtt, az egy nagyon-nagyon gondolom, nagyon szép produkció lesz. Lozsányi Tamás nekem új dolog, mert én még nem találkoztam vele, csak Judit révén találkoztam most ezen alkalomból, és én tudom, hogy ő zongora és orgonaművész, és hát boldog vagyok, hogy vele együtt muzsikálhatok. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és ez egy örömkoncert lesz, mert mindenki boldogan érzi, hogy itt van ennek a tanévnek a vége, és örömmel adja át magát most már a nyár boldogságának ezen koncert segítségével. 30 évvel ezelőtt alakult meg az a kórus, amit egy református lelkipásztor, Lemle Zoltán nagytiszteletű úr alapított, abból a célból, hogy a Tolnai Református Egyház megyében örömmondó békeköveként szolgáljunk. Egy együttesnek, egy amatőr csoportnak nagyon fontos, hogy legyen lehetősége szolgálata, és az egyházi felkérések mellett világi szolgálatoknak is eleget teszünk. Így kerültünk Kaposvárra az Éneklő Pannónia Kórusfesztiválon. Egy újabb baráttal gazdagodott az addig meglévő ismerősök köre, Kóváriné, Okos Ilona tanárnő személyében. Az ő neve nagyon sok pécsi és Pécs környékén élő kórustagnak, iskolásnak ismert. Egy olyan tanárnő vezeti a mostani két vendégkórust, a komlói munkáskórust és a siklósi tenkes vegyeskart, aki versenyekre vitte diákjait, emelt szinten hirdette Kodály országába, hogy legyen a zene mindenkié. Azért is nagyon fontos, mert ebben az évben 30 éves ez az együttes, és minden a három évtizeddel alakult megalakulás korcélként kitűzött gondolatok jegyében telik, és most úgy gondoltuk, hogy mind a két kórusát meghívjuk. Nagyon sok alkalommal volt lehetőségünk már jótékonykodni. Most már több egyszerre ajánljuk fel a perselypénzt a Tolna megyei Vakok és Gyengéllátók Szövetségének, és azt gondolom, hogy nagyon nehezen élhetik a mindennapjaikat, és hogyha egy szerény összeggel is támogathatjuk őket, akkor nagyon örülünk ennek. Minden évben, októberben, a protestáns hónapban protestáns napi zenés áhítatot tartunk, vagy református, vagy evangélikus lelkipásztor hirdeti Isten igéjét, és azt a perselypénzt, vagy máskor, más alkalmakkor az evangélikus gyülekezet hitéleti tevékenységének megsegítésére ajánlottuk föl. Talán most azért, hogy nem egy barátot hívtunk, és hát nem nevezném így, hogy különlegesebbnek, egy munkás, sokat dolgozó időszak után vagyunk túl, voltak már fellépéseink, tulajdonképpen az évad szeptemberben, augusztus végével indul, és most egy kicsit pihenni megy a csapat, mert majd novemberben lesz a nagy jubileumi hangverseny a Művészetek Házában, és most egy a nyári összetartás előtt
a megérdemelt pihenésünket töltjük. Több támogatónk is van, ezek között kiemelném, miután református együttes a kórus, Tolnai Református Egyházmegyét, akik évről évre támogatják a kórust, kiemelkedő művészeti együtteseként együttese vagyunk a városnak, a zenészek, a hangszeres szólisták mellett alkalmanként közreműködik az EOZIN vonós négyes, két szólistánk van, egyikőjük Pintér Gabriella énekművész, másikójuk a pécsi Úcsai Anna Mária operaénekes, és az ő foglalkoztatásukat, valamint a közel 3 évtizede velünk együtt dolgozó Lozsányi Tamás, orgona és zongora művész tiszteletdíját is pályázatokból, ezekből a támogatásokból rakjuk össze. Hetente egyszer próbál a Szekszárdi Garay János gimnáziumban ez a csapat, és 10 év óta igazán hálásak vagyunk, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy középiskolai énektanárként eljutettettem a magot, és vannak olyan tanítványaim, végzettek, akik már korábban végeztek, akik ennek a kórusnak tagjai, van, akinek a hangját CD-lemez őrzi, és több mint 10 éve énekel ebben a csapatban. Vannak hiányzók is, betegség miatt is, tehát most körülbelül egy 22-23 fő hallhat a nagy érdemű közönség, de tulajdonképpen egy 26-27 fős társasággal állunk szemben. Kialakítottuk ennek a napnak a menetét, hogy minden kórus tudjon helyszínen próbálni szólistával, hangszeres, hangszerkísérletes számoknak is legyen, tehát hangszerkísérletes számokat is tudjunk próbálni, és az összkarra Icát kértem föl, és annak már megtörtént az összkari próbája itt a helyszínen. Sevcsik Zoltán, a Szekszárdi Evangelikus Gyülekezet újonnan megválasztott esperese, aki mindig nyitott szívvel fogadta fele barátait, protestáns fele barátait, és első szóra hozzájárult, miután itt ragyogó orgona áll rendelkezésre, nem annyira távol van a szószéktől, kényelmesen elférünk, és a templom elhelyezése, megközelítése is nagyon sok ember számára kedvező. Barátságos, kisléptük, és szeretnek ide érkezni a vendégek. A több mint 70 közreműködővel lelket melengető programon vett részt a templomban összejött közönség. Összesen 45 ezer forint persejpénz gyűlt össze, amely a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesülete tevékenységét segíti majd.